zsidó nép hosszú történelme során sokféle nyelven beszélt. Sokszor azt gondoljuk, hogy legalábbis Izrael földjén a zsidók mindig héberül beszéltek. A valóság azonban gyakran sokkal bonyolultabb ennél. Amikor Izrael népe még a saját földjén élt, a második szentély idejében sokan arámiul beszéltek. És ugyanennek a korszaknak a későbbi szakaszában a felsőbb osztályok pedig gyakran a görögöt használták. Ahogy a zsidók a második szentély korának vége felé egyre inkább szétszóródtak a világban, az ezt követő évszázadokban az általuk beszélt nyelvek száma e terjeszkedésnek megfelelően nőtt. Az évszázadok során a Héber lassanként a tudósok nyelvévé vált. Sok helyen teljesen felhagytak a használatával, és kizárólag az ima és a tanulás nyelveként tekintettek rá. Különféle régiókban különféle zsidó dialektusok fejlődtek ki, melyek a héber és a helyi nyelvek keverékéből állnak. A legismertebb példákon jidis, ladinó, judeorab kívül sok kevésbé ismert nyelv is létezik, például judeogörög, judeolasz, judeoprovanszál vagy a judeoperzsa. A 19. század végének és a 20. század elejének zsidó kelet-európájában nagy vita tört ki az elkötelezett és modern felfogású zsidók között azzal kapcsolatban, hogy a zsidóknak melyik nyelvet kellene saját, legitim és belső kulturális nyelvüknek tekinteniük. A Héber a zsidók elsődleges nyelve, a zsidó szövegek és imák nyelve. Ám a zsidó történelemnek csak igen kis szakaszában volt valóban beszélt nyelv. A Hébert általában szent nyelvnek tartják, la son ha HaKodes. Ám számos ultraortodox zsidó éppen ezért nem hajlandó használni a mindennapokban. Úgy vélik ugyanis, hogy túlságosan szent ahhoz, hogy a hétköznapi beszéd nyelve legyen. A Héber nemzedékeken keresztül a zsidó vallás, kultúra és civilizáció nyelve volt. A rabik szerint Isten a világot Héber szavakkal teremtette. A Héber nyelv újjáéledése a XX. század egyik legizgalmasabb kulturális története. Európai zsidók az 1800-as évektől kezdve írtak könyveket, verseket, újságokat és folyóiratokat Héberül. Legtöbbjük az Izraelbe való visszatérés vágyához kapcsolódott. Mások azonban arra törekedtek, hogy ezáltal is kifejezzék az új, modern zsidó kultúrához való tartozást, mely éppen hogy nem kötődött Palesztinához. Az újjáéledés atya Eliezer Ben Yehuda volt. Ő volt az, aki az ősi héber és arámi nyelvből több mint 300 új héber kifejezést hozott létre. Ben Yehuda kampányához számos író, költő és közszereplő csatlakozott azzal a céllal, hogy a Hébert az új zsidó állam nyelvévé tegyék. És így is lehet a Hébert ma modern nyelvként több mint 9 millióan beszélik. Ezeknek többsége Izrael államában él.